Fahé, kifelé onnan, kifelé! Na tudjátok meg, ez egyszerűen nem igaz. Az embernek az élettől elmegy a kedve. Nézzétek meg, itt vannak ezek a szép kövér paksolyok, és nézzétek meg, mi van velük. Egyszerűen nem tudom, hogy hol jön be a kutya. Úgy értem, annyi lyuk van a kerítésen végig, hogy nem tudom, hogy pontosan melyiken jön be, de nézzétek meg, itt van a lába nyoma. Ezt egyszerűen nem hiszem el. Félreértés ne essen, azért sajnálom szegény Marcsit, mert hogy elég bosszantó tud lenni, amikor az ember rengeteg időt, energiát és pénzt pakol bele a kertbe, aztán valami miatt tönkre megy az eredmény. Én tisztában vagyok vele, hogy itt a birtokon nekem nagyon sok minden eléggé lutri, úgyhogy el is engedem ezeket a dolgokat, ha valami esetleg félre megy. Viszont van még néhány palántám, amit ki kell ültetni. Az elmúlt hetekben próbáltam volna előkészíteni a talajt a palántáknak, de annyira száraz volt a föld, hogy konkrétan nem tudtam kiszedni a gyomokat, úgyhogy inkább vártam, amíg jön egy jelentősebb zuhé, és elő tudom készíteni nekik a terepet. Hát nem sok minden maradt, de itt van néhány zsidó cseresznye, ami egy nagyon finom, ehető zöldség, kicsit ilyen egzotikus íze van, ez az édes, savanykás, tipikus trópusi gyümölcsíz, nem tudom jobban leírni. Néha lehet kapni nagyobb üzletekben, ilyen lampionszerű termése van. Legutóbb azt hiszem a Tesco-ban láttam, egy kis doboz volt 500 vagy 600 forint, és Chiléből hozták ide, hát ez itt fog nekem nőni a kertben. Tavaly kísérleteztem vele, az aszály miatt nagyon-nagyon sok kiment ezek közül, viszont volt egy, ami elég bőven termett, megmaradt, és az kárpótolt mindenért. Ezen kívül találtam otthon még néhány articsóka palántát is, hát ebből az idén még semmi nem lesz, de jövőre remélem már lehet szüretelni. Hát, ha nedves a föld, akkor ennyire könnyen kijön. Is it alright if I decide but change my mind, is that okay? Ezért egy nagy furiknyi kaja összejött a komposztra. Mert hogy kifogásoltátok, hogy nincsen komposzt, pedig nagyon sok helyen vannak komposztkupacok. Tavaly is volt, csak azt elhasználtam tavasszal. Ennél az ágyásnál csináltam egy olyan kísérletet, hogy nem készítettem elő egyáltalán a talajt, taraszbúzával volt az egészben őve, és csak annyit csináltam, hogy ott, ahova vetettem kukoricát, tököt, babot, meg ilyeneket, ott azon a részen egy nagyon kis felületen takarítottam ki. Hát ez abszolút nem a tankönyvi példa, sőt, így nem is ajánlom senkinek, viszont szépen lehet látni, hogy az idén sokkal, de sokkal kevesebb gyom volt. Persze ehhez az is kellett, hogy évközben folyamatosan húzogattam ki a nagyobb taraszbúzákat, ahol feljöttek, illetve folyamatosan, amit kaszáltam évközben, szénát, azzal folyamatosan takartam itt a földet. Egyébként ennek lehet látni a nyomait itt több helyen. Szóval jó lett volna még azelőtt vágni, hogy így felmagzott volna, mert hogy a fűmagok, meg mindenféle gyommagok ilyenkor könnyen belejutnak az ágyásba, viszont mégiscsak ott van az az előny, hogy ilyenkor elég sekélyen fognak gyökerezni, tehát hogyha az ember folyamatosan megy, és még amikor pici, akkor húzgálja ki őket, akkor nem jelent olyan hatalmas nagy problémát. Egyébként tavaly majdnem az egész területet ilyen taraszbúza fette, úgyhogy ott is, ahol most a zöldséges ágyásokat látjátok, ilyennel volt tele a talaj, hát ettől nagyon-nagyon-nagyon nehéz megszabadulni. Ennek pedig több oka is van, de kiásom nektek néhány tövet, hogy megmutassam. Az egyik az az, hogy ez a növény rengeteg tápanyagot tud a gyökereiben raktározni, tehát ha van egy 6-8 lomblevél, ami szépen ki van fejlődve, akkor már vissza tud táplálni idézőjelben annyi energiát, hogy abból bárhonnan fel tud majd törni újra. A másik problémát pedig az jelenti, hogy a föld alatt ilyen vízszintesen kinyúló hajtásokat hoz létre, amiről nagyon könnyen tud tovább szaporodni, ezeket hívják egyébként taracknak. Itt lehet is látni, hogy itt volt ez a növény, és ezen a tarackon keresztül már ki is jött az utódja. Úgyhogy amikor az ember elkezdi ásni a földet, vagy szántani, akkor ezeket a tarackokat szépen szétszakítja, és nagyszerűen tudja vegetatív úton szaporítani.
Szóval azt a stratégiát választottam, hogy ott, ahol a zöldségeket szeretném termeszteni, ott szépen aprólékosan előbb eltávolítom ezeket. Lennének más módszerek is, például, hogy lefedi az ember egy időre a talajt valami fényt átnemeresztő anyaggal, mert hogy azért a növényeknek fényre van szükségük a növekedéshez, márpedig, hogyha a húzamosabb ideig hónapokon keresztül le van ott vedve a talaj, akkor nem kapnak fényt, tehát elpusztulnak, viszont ehhez az is kell, hogy ez az anyag vizet jól át tudjon ereszteni, mert hogyha egy száraz, aszályos időben lefeditek a talajt, és semmilyen víz nem jut le, mert hogy vagy nincs csapadék, vagy nem nagyon ereszti át a csapadékot, akkor olyan lesz a talaj utána, mint a beton, tehát az nem biztos, hogy használni fog neki, szóval ebben az esetben akár még kárt is okozhatunk. Na, ennyi munkadokumentáció elég volt már, a többit azt tudom nélkületek is csinálni, de most befekszem a fűbe a szokásos makrófelvételeket megcsinálni, aztán kipróbálunk valami mást. Is it alright, 'cause I wish we could just stay. Check our time far behind, leave our pride. Múltkor megpróbáltam csinálni egy légifelvételt drónnal, viszont nagyjából olyan 15-20 méter magasan járt a ketyere, amikor egyszer csak szétesett a levegőben, szétjött az aksia, illetve maga a drón, és néztem, ahogy az egész lezuhan a földre. Remek érzés volt. Szóval azóta megpróbáltam megcsinálni, a propellerek elvileg rendben vannak, mind a négy eltört, a kamerája egy kicsit csálén áll, arra már néztem trükköket, hogy hogyan lehet rendesen bekalibrálni a Sparknál. Hát meglátjuk, hogy működik-e, erre még nem volt időm. Megpróbálok most repülni vele egyet. Azt mondani sem kell persze, hogy nem vagyok egy drónpilóta mester, és remélem az SD kártya benne van. Oké. Okay. Ott a kamera, kicsit csálé. Connect to aircraft. Jó, ragd rá az elemet. Rajta van. Tetszik, mi? Tetszik, hogy pittyeg. Nagyjából vízszintes, kéne egy referenciapont. Kumisz, leszel referenciapont? Na jó, mindegy, szerintem én most feladtam ezt, hogy beállítsam a gimbalnak a szögét. Most ez ilyen csálé felvétel lesz. Is it alright if I waste my time and I lead myself to a mistake? When I roll on by, I won't ask why, I'll just accept and walk away. Na, nem lesz ez olyan rossz, viszont mára elég ennyi. Sziasztok!